Én azt gondolom, hogy ez egy annyira ritka, szép időjárási jelenség volt, ami az, hogy így telibe találjon bennünket egy északi front, egy északnyugati front, és elejétől a végéig elvigye a mezőnyt. Ugyan a végén kicsit legyengült, de nem állt meg a szél még így az éjszakában sem, és mindenki jól tud vitorlázni. A verseny eleje az kifejezetten gyönyörű volt, szívmelengető széllel, szívmelengető vitorlázásokkal. Ahogy a hajók kilőttek innét, és óriási sebességgel robogtak a Tihanyi csőig, utána egyenesen tovább Keszthelyig. Talán 3 óra 10 perc alatt ért oda az első hajó Keszthelyre innét, hát ez még autóval is gyors. Rendkívüli volt az időjárás is, rendkívüli a teljesítmény is. A mezőny eleje az gyönyörűen, szakmailag gyönyörűen vitorlázott. Jó kezelték a hajókat, jó irányba mentek taktikailag. Élmény volt nézni őket, ahogy mentek, és komoly csaták alakultak ki. Annak ellenére, hogy ez nem az a típusú szél, amikor nekiállnak egymással matekolni a hajók, hanem ez, amikor mindenki nyomja, aztán jut, ahova jut. Szerencsés szélirány volt. Amikor Keszthely fele mentünk, akkor északi fújt, tehát akkor is ilyen félszelesebb inkább. Ez visszafele szembeszeles menet lett volna, de mire elértek Keszthelyig, addigra fordult a szél 90 fokot, és akkor meg nyugatival leindultak vissza, megint csak egy ilyen jó bő félszélben. Úgyhogy nagyon egyenes pályán, nagyon jó sebességgel tudtak a hajók haladni. Nagyon irigyeltem őket, hogy őszinte legyek. Jó lett volna köztük menni. De ott volt a hajóm, és ez a fiú, aki most vitte a hajómat, nagyon szépen vitorlázott, elégedett voltam vele, sőt, kifejezetten elégedett voltam vele. Gondoltam, hogy jobban járt a hajó, mint ha velem ment volna. Úgyhogy egy szakmailag is, és emberileg is mindenhogyan egy nagyon szép versenyt futottunk, olyat, ami megérdemelt volna egy rekordot, de az, hogy itt a keleti medencébe végül este legyengült a szél, ez úgy megfosztott tőle bennünket, de nem sokkal közel álltunk hozzá. Ez a 10 óra valamennyi, ez igen nagy teljesítményű menet. Beszélgettem egy-két fiúval, akik az élmezőnybe vitorláztak, helyenként 20 csomó fölött haladtak. Egy 8 méteres hajóval ilyen kis hullámok között 20 csomó fölött haladni, az nagyon rendkívüli. Tehát azok a fejlesztések, azok az innovációk, amik az élmezőnyt jellemzik ma, az abszolút, én úgy gondolom, hogy világszínvonal. Nem sok vitorlázó nemzet rendelkezik olyan hajóparkkal, mint amit lassan kifejlődik. És én nagyon, nagyon büszke vagyok erre az egész csapatra, akik itt szóló vitorlázásban mennek, mert nagyon elkötelezettek. Az, hogy ilyen kemény időjárásban 20 hajó elrajtol és 20 hajó fut be, és ez most már évről évre történik, hogy ha éppen nem szakadt, törik valami, akkor mindenki végigmegy. Ezt annyira komolyan gondolják, hogy nem csak az a cél, hogy valaki az élen ügessen, hanem az is, hogy teljesítmény legyen végigmenni. És nagyon komolyan veszik én is őket, ők is a versenyt. Úgyhogy ezek csupa jó élmény. Nekem ez az idei verseny, ez egy szép, kellemes élmény volt, érdemes folytatni. Úgyhogy fogjuk is. Vitorlaszakadást többet láttam a Fazék nevű hajón, ami talán a 3. helyen vitorlázott sokáig. Ott láttam, hogy az orvitorla ketté szakadt. Kérdeztem a verseny végén a vitorlázót, hogy mi történt, és mondta, hogy ez egy olyan ragasztott vitorla volt, ahol a ragasztás elengedett. Én nem is értettem, hogy miről beszél pontosan, hogy egy ilyen vitorlát, hogy lehet egy ragasztással kiengedni a műhelyből. Nekem mesélhetnek az innovációról, meg a fejlesztésről a vitorlakészítők, de ilyen nincs, hogy egy vitorlát így összeragasztanak és elengedik, mert hát ez kódolt probléma. Ugyanakkor azért nagyon sok energiába és pénzbe kerül egy ilyen aprócska szakmai malőr. Ilyen volt. Volt olyan szakadás is, ahol egész egyszerűen tényleg elszakadt a vitorla. Azért ez az időjárás megköveteli a magáét mindenben. Mindenről még nem tudunk. Ez a pár szakadás volt, amit láttam kívülről motorosból. Biztos, hogy ennél több
dolog történt, majd apránként megtudjuk, még nagyon friss, még jó pár hajó kint van vizen. Akik bejöttek, azokat is csak behoztuk a kikötőbe, és egy-két szót beszéltünk. Többségük nem volt nagyon beszédes kedvében, mert nyilván elfáradnak. Volt, aki nagyon örült a teljesítménynek, volt, aki kevésbé. Volt, aki többet várt magától, és azért volt csalódott. Kifejezetten az, hogy valaki nagy áldozatokat vállal, és egy ilyen technikai probléma miatt hiúsul meg az, amit szeretne és amire képes, ez tényleg bosszantó. Remélem, a jövőben nem történik ilyen, mindig tanulunk az eseményekből. De hogyha ezt jól megtanuljuk és jól megcsináljuk, legközelebb majd más probléma fog bekövetkezni, úgyhogy valami mindig van. De olyan szigorú technikai probléma, amire azt mondanám, hogy na, ez nem kellett volna, olyan nem volt. Végülis mindenki végig tud menni. És biztonságban, ami nagyon fontos dolog, biztonságban. Gábor nekünk a csütörtöki bemutatásnál elárulta, hogy ő nem kér semmit azért, hogy a hajójával menjen, és ő abban szeretné meghálálni, hogy ő a dobogóra ér be, hát majdnem megnyerte a versenyt. Hát majdnem, de tudjuk, hogy mit érnek az ilyen majdnemek, egyébként brilliánsan vitorlázott. És ennél többet nem tudott volna tenni, nekem ez többet ér, mint egy köszönöm. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy odaadtam neki a hajómat, és ő ezt tökéletes vitorlázással hálalta, meg láttam végig, sokszor mentem mellette, hogy nagyon koncentráltan, keményen, nagy-nagy ambícióval vitorlázott, úgyhogy azt gondolom, hogy nem volt rossz döntés rábízni a hajót.